ökölvívás nem egy küzdősport, sokkal inkább egy technikai és egy taktikai, amelynek igazi művelői nagy alázattal és kitartással rendelkeznek. Gedő György kiemelt alakja a magyar ökölvívás történelmének. Olimpiai és kétszeres Európa bajnokként nem csak a ringen belüli eredmények mutatták meg elszántságát és akaraterejét. Különös és filmszerűen érdekes életében a mai napig az ökölvívási a középpont. Vél szerinti szülei a Dunakeszi zsinagóga lépcsőjén hagyták. Gyermekkorában nevelőanyja betegsége miatt Békés Csabára költöztek. Gedő György 1957-ben a Békés Csabai építőknél kezdett el boxolni, majd a Magyar Pamut, utána pedig a budapesti vasas versenyzője volt, Adler Zsigmond keze alatt. Miután visszavonult a profik közül, akkor sem hagyott fel az ökölvívással, hiszen azóta edzőként is segíti a tehetséges fiatalok munkáját. Ez egy veszélyfutás volt az én életemben tulajdonképpen, de hadd mondjam el azt, hogy a mi sportágunk az ökölvívás, és erről beszélek, nem a boxról, nem a bunyóról, hanem az ökölvívásról. Tehát az ökölvívás az egy külön világ. Mi az önvédelem nemes művészetét tanítjuk a gyerekeknek. És ez nagyon fontos dolog, mert nem mindegy az, hogy hogyan tanítjuk a gyereket, milyen koncepció alapján. És ezek a mai fiatalok, ezek borzalmasan tanultak, műveltek, és le a kalapot előttük, amelyik megszerzi az ökövő sportot, és akit meg tudunk fogni a sportág javára, az borzalmasan nagy elő. Nagyon sok olyan vonzó sportág van, találkozunk vele, ahol nagyon jó fizetnek, nagyon jó lehetőségek vannak. Az ökövő sportban kevésbé állnak úgy a sportolók mellé, tehát az ökövívók mellé. Tehát nem annyira segítik, nem annyira támogatják, sem anyagilag, sem erkölcsileg, sem morálisan. És ez bizony érezhető is. Ami a legfontosabb, és amit tudni kell, és én mindig ezt tanítom a fiatal edzőkkel is, akik most végülik a szakedzőit, 4 évet ott ülnek, és alig várják, majd vége legyen az órának, mert nem tudom, hogy mit tanítanak. És mit tudnak ezeknek a mai fiatal edzőknek elmondani? Ahhoz, hogy valahol paralel egy szintben legyünk a külföldi edzőkkel, a külföldi versenyzőkkel, a mi gyerekeink ott tudjanak lenni. Tehát a nemzetközi porondon olyanak kellene, hogy legyenek most már a mi gyerekeink is, mint aminek hát ez most nagyon érdekes, azt mondom, hogy olyan, mint a mi időnkben, amikor megtudták, hogy magyarra kerülnek össze, akkor már remegtek, és már vége volt a mérkőzésnek, feladták, mert hiszen mi szerettük, amit csinálunk. Igaz, hogy én Lukas Torla címében nyertem a magyar bajnokságot például, azt nem látta senki, mert alig volt a talpam alatt volt. Tehát, és csehszlovák az a gumi, bokavédős gumi tornacipőbe, tehát abban nyertem a magyar bajnokságot, első magyar bajnokságot. Utána, amikor 1968-ban kín voltam a mexikói olimpián, akkor már volt egy Adidas, szép Adidas bokcipőm, amire nagyon büszke voltam. Majd azt követte még 3 olimpia, hiszen én 4 olimpián vettem részt, mint versenyző, és én nekem nem jönnek azok a problémák, nem az én problémám volt, az országos probléma volt. Akkor én ott tudtam volna lenni, és lehet, hogy nem csak egy olimpiát nyerek, hanem megtehettem volna még 2. Az egykori nagymúltú sportoló egyedi tudását és különleges emberi jellemét használta arra, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetség bíráit és edzőit kibékítse egymással. Úgy gondolta, hogy minőségi munkát csak nagy szakértelemmel és sportbarátságban lehet végezni szerinte, így az ökölvívóknak és a felkészítőiknek a befektetett munkája is megtérül. Próbálom a bírókat és az edzőket barátilag összehozni. Tudnélik, mindig az volt, mindig elanyázták egymást. Szitták egymást, mint a bokrot, csúnya beszédek elhangzottak. Tehát azóta, mióta én 3 éve dolgozom a szövetségben és az ökövívó sportban, úgy is dolgoztam, mint edző, több 100 versenyző volt a Vasas Sportegyesületben is, de ezek a momentumok, ezek megszűntek. Barátok vagyunk, köszöntjük egymást, és nincs harag, nincs veszekedés, nincs trágározás. Akkor megbékéltek egymással a felek? Én úgy vettem észre, hogy meg.
tudomásul vette mind a két fél rész, hogy nincs értelme, közösen kell együtt dolgozni a jövő szempontjából, mert hiszen nagyon sok anyagi ráfordítást áldoznak kin a nyugati országokban is, a külföldi országok, többi országokban is. Gedő György profi pályafutása után visszavonult, azonban annyira szerette a sportágat, hogy a hosszú évek alatt megszerzett tudását a gyerekeknek és a fiataloknak próbálta meg továbbadni. A tanítványai nagyon szeret és tisztelték, hiszen olyan mozdulatokat, technikákat tanultak meg tőle, amivel akár meccseket is nyerhettek. Nincsen megoldatlan, csak lehetetlen, nincs, csak tehetetlen van. Na most éppen itt iskolázta a Harcsa fiatalember, aki az olimpiára készült, és mondom neki, mondom, Karcsika, emelt féljebb a kezedet, mert 75 kilós, 1 méteres nincsen. Tehát nagyon letten tartott a kezét. Tudnélik, együtt kell dolgozni az edző és a versenyzőnek, közösen kell dolgozni. Vizsgázik a versenyző, vizsgázik az edző. Tehát nem mindegy az, hogy milyen szaktani tanácsot adok, és milyen ellenféllel szembe. Az sem minden. Az sem minden. Most van egy, éppen találkoztam és gratuláltunk egymásnak, egy kazak edző, fogadott fel a Magyar Ökő a Szövetség, sok sikert kívántam neki és nagyon jó eredményt, és mondtam neki, hogy bármikor gyere, megtalálsz, ha valami olyan van, amiben nem tudsz, a tolmácson keresztül közvetítette a beszélgetésünket, hogy bármi olyan dolog van, akkor jöjjön nyugodtan, és én állok rendelkezésére és segítek. Mi vagyunk az ökölvők, akik a roma gyerekeket befogadjuk. Sehol más sportákban nem szeretik és nem fogadják be. Mi befogadjuk őket? Tehát mi nekünk nem, nincsenek ellenségek. Ez egy nagyon fontos dolog. Mint ahogy én is elfogadom azt, hogy ha valakinek valami problémája van, gyere, üljünk le és beszéljünk. Akár kolléga legyen, akár vezető legyen, mert szóból ért az ember. A néma gyereknek az anya se érti a szavát. Tehát ez a lényeg az egésznek. És mi próbálunk embert faragni ezekből a gyerekekből is, tehát ők a roma gyerekekből is, hogy hasznos társadalom, hasznos tagjai legyenek, és az ökövő sportág egyik alapja, hiszen olyan személyiség tulajdonságot fejleszt az ökövő sportág, amiket érdemes azért akár felsorolni is, vagy elmondani, hogy az akarati tényezők, ugye, vagy a szellemi tudás az, ami nagyon fontos ebben a sportágban, és mi nem küzdő sport vagyunk. Ezt én mindig kihangsúlyozom, és mindig elmondtam. Az ökövő sportág az nem küzdő sport, neki nem küzdeni kell. Ez technikai és taktikai sport, az ökölvívás. És ezt meg kell, hogy értsék az edzők is, hiszen eddig én nem tudom, hogy ki tanította azt, hogy mi küzdő sport. Nem vagyunk küzdő sport. Távol áll tőlük. Vannak küzdő sportok, az egy külön világ. Gedő György a Magyar Ökölvívó Szövetségben is sokat tesz a sportágért és a tehetséges fiatalok felkutatásáért. Az olimpiai bajnok szeret élni, nevetni és nevettetni, és még ma is, ha a sportágról van szó, hatalmas tisztelet, alázat és szeretet árad a szavaiból. Szeret a gyerekek közé menni és tanácsokkal segíteni őket, hiszen rá ma is érdemes mindenkinek komolyan odafigyelni, mert kis ujjában van minden, amit fontos tudni az ökölvívásról. Ezekkel a gyerekekkel úgy kell foglalkozni, hogy el kell menni az iskolákba, el kell mennem a tanárokkal beszélni. Volt éles vitám, volt nem egy igazgatóval, amikor azt mondta, hogy amióta ökövő edzésre jár a gyerek, azóta olyan problémák vannak a fiúval, hogy kezeletlen, fékezetlen, nem lehet befolyásolni, modortalan. Hát mondom, figyelj, de maga volt már ökövő edzésen? Azt mondja, nem. Na mondom, akkor miért mond ilyet? Jöjjön el, várom szeretettel, ma délután lesz edzésük 4 órát, és jöjjön el, és meg fogja látni, hogy a légynek az ümmögését meg fogja hallani. Gedő György az ezek.
nagyon minimális volt. Tehát ők, akik vitték mindig a prímet, az angol ökölvívást, az nagyon híres volt. Sehol nem voltak. Tehát meglepetésemre az indiai ökölvívás megindult fölfele. Na most azt nem tudom, hogy ott mondjuk a nemi kérdést hogy oldják meg, hogy ki a fiú, ki a lány. Tehát ez egy ilyen probléma, de én azt mondtam, hogy ők abból a nagy mennyiségből sokkal jobban tudnak válogatni, tehát a nagyobb létszámú versenyzőből sokkal jobban kikerülnek a tehetségek. Az olimpiai bajnok ökölvívó szerint sokat kell dolgozni és versenyekre járni ahhoz, hogy valaki sikereket érjen el. Gedő György elmondta azt, hogy az elődök tisztelete nagyon fontos, emlékeznünk kell tehetséges sportolóinkra. A tehetséghez, ami nagyon fontos és szükséges, a sok verseny. Tehát nagyon sok verseny kell. És van olyan személy, például aki Szombathelyen, a Kardi Jancsi, aki Szombathelyen született, és most küzdöttem azért, hogy arról a házról levették a tábláját, amit akkor felavattunk, körülbelül egy fél évvel ezelőtt, és most az edzőteremben szeretném, az ökövő edzőteremben, az újba Szombathelyen úgy a behelyezzék, mert Kadi János egy nagyszerű ökövívó, többszörös magyar bajnok, kétszeres Európa bajnok, és olimpia ezüstérmes, tehát egy nagyszerű versenyző. Aztán ugye van a Badari Tibi, aztán van az Orbán Lacika, aki szintén ezüstérmes. Nagyon sok olyan versenyző van, akire oda kell figyelni. Vagy például nekem ugye nagy bánatom az, hogy a negyedik olimpia bajnokunkat, Csík Tibort nem bírjuk hazahozni. Sydneyben van eltemetve, és ha jól tudom, Jászberényben a polgármester úr felajánlott egy tiszteletben sírt, csak haza kéne hozni, és egy 400 ezer forintba kerülne, és nem tudtam eddig megoldani, hogy Csík Tibor olimpia bajnokunkat, negyedik olimpia bajnokunkat, aki bantamsúlyban nyert, nem tudtam még hazahozni. De azon munkálkodom, hogy mindenképpen meg fogom tenni. Tehát ez is egy feladat számomra. Aztán az, hogy ugye nagy fájdalmamra most temettük egy pár nappal ezelőtt a Juhász Lacikát. Ő Petőfi Bányász ökölvívó szakosztálynak volt az edzője, többszörös magyar bajnok, nemzetközi bajnoka, aki fiatalon halt meg, hát 59 éves, ha jól emlékszem, az éve, és fiatalon kellett, hogy megváljunk tőle, és akit össze tudtam rántani, és akit össze tudtunk, megtaláltuk egymást, elmentünk, és ott voltunk a temetésén. Ez egy nemes gesztus, amit meg kell tenni.